Mai látnivalónk ismét egy épület, mégpedig a székesfehérvári püspöki palota, amely 1780 és 1803 között épült, javarészt a Nagyboldogasszony bazilika romjainak felhasználásával. A bazilika Székesfehérvár 1601. évi ostroma során semmisült meg, mivel a benne tárolt lőpor felrobbant. Maradványait a város és a püspöki palota újjáépítése során használták fel. A palota építője valószínűleg Riedel Jakab volt. A cof stílusú épület kitűnő arányaival, természetes és áttekinthető tagoltságával, finom részletképzésével egyik az ország legjelentősebb cof stílusú alkotásainak. A palota kert egészen a várfalig ér, ami a várkörutat szegélyezi. A palota belső berendezésében az Empire és a Biedermeier stílus érvényesül. A székesfehérvári püspökség jelentős, mintegy 40 ezer kötetre tehető könyvtárral rendelkezik, benne középkori kódexekkel és ősnyomtatványokkal. És még egy információ a szép és értékes dolgok kedvelőinek. Előzetes bejelentkezést követően a püspöki palota könyvtára látogatható. Érdemes megnézni, ha gondolják.